nagyon jól látni azt, hogy ennyien összejöttek, hogy látszik, hogy aktuál érvény. Úgy tűnik, hogy ezt tudjuk tartani, és egyúttal fölkérem Balázs Adrián, Balázs főépítészét, hogy szóljon nekünk a városi főutcáról néhány gondolatot, vagy amit gondol a témához kötődik. Általában ezt a szakaszt értük róla, ami a belterület, itt a minden kezdtem, tehát itt van az állomás, és gyakorlatilag a belterület most itt kezdődik, ahol a lakóterületek vannak, ezek a pirosak. És megy végig a főutcánk, itt a Hősök tere, itt van a Városháza, itt vagyunk most a Szabadságtérnél, és a Margit Liget útnál ér ki ugye Csobánka felé. Amiért ezt a térképet vettem elő, az azért fontos, hogy lássuk, hogy Pomáznak a gyűjtőútjai, a jelenlegiek, azok van, vagy hát főútjai, vagy gyűjtőútjai vannak feketével jelölve. Két főútjuk van, ez az 1111-es, 1111-es, igen, Kalásztól megy és ez a Szentendrével összekötő 1112-es út. Nagyon kevés gyűjtőút van ezen kívül, úgyhogy ezt mindenki tudja, milyen érdekes dolgok vannak reggel és este csúcs időben. Azért is van nagyon sok terv a főutcára. Ami nagyon nehéz, az, hogy nagyon keskeny a főutca. Olyan szakaszok is vannak, ahol nincsen 9 méter a szélessége itt a Kossuth utcai szakaszon. Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Csuka Attila, volt főépítész vagyok, 20 éve pomázi lakos. Korábban is, most is a Pomáz Baráti Társaság tagja, és ezért szívügyemnek érzem Pomáz városnak az építészeti városképi minőségét. Köszönöm szépen a felkérést erre az előadásra. A címe az lett, hogy Pomáz meghatározó városképi jegyei, a címet azt István adta. Megpróbálom tartani magam ehhez és a 15 perchez, amit kaptam erre. Azon gondolkoztam, hogy mik azok a dolgok, amik egy városképet, egy arculatot meghatároznak. Összeírtam ezeket, nem olvasom el, olvasgassatok vele. A legfontosabb az, hogy én azt hiszem, hogy ahhoz, hogy egy élhető városban éljünk, hosszú távon és a jövőben is nagyon fontos mondjuk 3 olyan csomópontot kijelölni, ami köré tud szerveződni ez a jó érzésünk. Ebből az egyik az a természet, a természettel való kapcsolatunk. A másik az maga a kulturális örökség, a művészeti környezetünk, és a harmadik ugyanilyen fontos, az a közösség lét. Tehát az, hogy Pomáz is egy több nemzetiségű település, és ezek a kapcsolatok, amit most is itt vagyunk, tehát ezek talán a legfontosabbak ahhoz, hogy jól érezzük magunkat, úgy érezzük, hogy ide tartozunk. És akkor a következő lépcső, amikor Németh Szabolcsot kérem föl, hogy ő, mint vizuális szakember, tovább lépve ezen a egyfajta jelképi megközelítéstől, köszön, hogy hogyan képzeli esetleg Pomáznak a parcolat. Ez itt Pomáz címere. Szerintem nagyon, ha grafikusként értelmezem, vagy közelítem meg a kérdést, nem mondanám, hogy szép. De szép, mert ez a mi címerünk, és van egy nagyon komoly szimbólumunk, ami mindent tud. Jelképezi azt, amit mi erről gondolunk, ugye tudjuk, hogy mit jelent az 5 ága, és szép a történet. A címer ettől még nem szép, ez a nemzeti jelképek lajstromába be kellett annó, hogy kerüljön, és minden városnak, illetve településnek meg kellett alkotnia a saját címerét. Akkor ez így sikerült, nem világos számomra, hogy ez a barokkos keret mikor és milyen körülmények között került rá, és a Pomáz felirat 1991-ben. Köszönöm.
Ezek vagyunk mi, és ez nagyon-nagyon jó alap arra, hogy ebből elinduljunk. És akkor Csillát keresném. Én azt szeretném, hogyha a városnak lenne vizuális anyaga. Az kevésbé fontos, hogy nekem legyen, a városnak legyen. És sajnos, ami itt elhangzott, hogy nincs igazán kitalálva, hogy hogy adjuk el magunkat, de ami még rosszabb, hogy aki keresztül megy a városon, az, amit lát, az rossz. Hát a fő utcánk az hogy néz ki? Erre vizuálisan, ehhez nagyon sok pénz kellene, hogy változtassunk. Voltak próbálkozások pályázatokkal, hogy azoknak a házaknak a tulajdonosait egy kicsit próbáljuk motiválni, akiknek a házát, hogyha rendbe hozatjuk, és ez, vagy rendbe hozzák, és ehhez az önkormányzat támogatást nyújt, akkor elindulhatna egy ilyen mozaikos változás, és tudjuk, hogy ez a mozaikos változás ez milyen nagy eredményeket hozhat. Ugye a szűk sikátorok és tényleg 2-3 méteres kis utcák között nőttek fel ott a rómaiak, és éppen ezért óriási élmény volt, és az egész életüket kint töltik nagyrészt az utcán, amikor is csak jobb idő volt, és kimentek a fórumra. Kimentek a terekre, ma ugye azt mondják biztos az hogy a piaczákra. Ezek a közösségi terek, ezek nagyon fontosak. Ezek nem csak itt a fő utcán lennének kardinális kérdések ezeknek a kiépítése, hanem ezeknek a közösségi tereknek a létrehozása, én itt most főként nyílt terekre gondolok, olyan helyekről kiülni lehetne, és ezek nagyon fontos részei nem csak az idegenforgalomnak, hanem annak is, hogy itt az itt ülő pomáziak is összejöhessenek. Itt tudnak közösséget alkotni. Ezért támogatom azt is, hogy szakaszosan kell nekiállni ennek a Fő utca felújításnak, és valószínűleg ott a körforgalomtól a Huszár utcáig kellene először megcsinálni, legalább ott el tudnak menni, akkor legalább a turisták, aki átgyalogol, elmegy a kastélyba, vagy a kőhegy fele elindul, az legalább valami kicsit kulturáltabb helyet pomászlásson. A főútnak az a szakasza, amiről előbb szó volt, ez a Hősök tere és a Huszár utca közti szakasz, ugye ahol a hivatal is található, a polgármesteri hivatal. Úgy gondolom, hogy ez talán az a rész, amit leginkább rászorul arra, hogy itt valami fejlődés történjen. De ezen kívül a városnak szinte minden útja olyan, hogy lehet rákölteni.